Ott Szabó Viktortól, ugye korábban ő a YouTube, social media platformok ilyen témáknak a feldolgozásával, újdonságaival, megértésével foglalkozik, és abszolút nem vagyok lemaradva azzal, hogy beszélgessünk egy kicsit a Kikről, ami ugye a legújabb felfele törő streaming platform, és a Viktor két hónappal ezelőtt csinált is erről egy videót. Itt a Twitch új ellenfele, Kik, ez a címe. Küldöm nektek a linket, srácok, természetesen ezúttal is. Támogassátok az eredeti feltöltőt, ott lesz Youtube-on is kiemelt hozzászólásban, egy lájkal, like egy megtekintéssel, és hallgassuk meg, hogy hát ugye legutóbb a Trovó volt, aki feltört mindenek fölött, most megjött a kik, kell -e aggódnunk nekünk Twitch streamereknek, vége van-e, át kell -e menni, öm, a hatalom hatalomváltás lesz-e, most minden kiderül. A Például az is, hogy finom-e az emendems. A korallzátonyok az óceánjaink esőerdői. Na né, hát még itt ez gyerekek, egy gyakorlatilag ilyen hasznos társadalmi üzenetek is vannak. Melyek halakat táplálnak és új életnek adnak otthont. Ezért támogatja a síba a világ legnagyobb korallzátony helyre. Áll. De várjál már, ez nem egy kutyakaja reklám, hát a fresh Napra vezet a izé. Állítási programját. Hú, több koralma, még több hal holnap. Így van. Egyen műhalat a cicád, ne a igazi halakat tegye ki a tengerből. Milyen szép üzenet, nagyon jó. Mindig nagyon -nagy izgalommal figyelem az új social media oldalt. Szia Viktor, köszönjetek szépen Viktornak, hello! Dalakat, és akik régóta itt vannak a csatornán, azok bizonyára emlékeznek is rá, hogy mindenféle fajta ilyen új social oldal tesztelek, megnézegetem, és így elmondom az első benyomásaimat róla. Az a baj, még így hiába, hiába akar neki menni a Facebooknak, amíg senki. Hát mennyire vicces, hogy régi videó, és milyen más a hangerek is. Nincs reg Isztrálva. Nézzük meg a keresőt, ha beírjuk, hogy mondjuk Tibi, vagy Tibor. Mi az a meve? Hát egy Tibor, Bozsó Tibor, nem tudunk magyarok. Ez egy létező social media platform? Volt a meve? Sokra keresni, vagy csak én nem tudok eligazodni az oldalon. Korábban már foglalkoztunk a Twitch egyik kihívójával, a Trovóval, azóta sajnos erről az oldalról nem sok mindent hallottam, szó Hát nem, mert gyakorlatilag elköltötték az összes pénzt, hiszorták az ablakon a streamereknek, az ment a levesbe. itt ezen az oldalon minél több ilyen boost projectet kap, annál feljebb kerül a... Igen, ez a, ez a trovó is átvett ilyen feature-öket a, a, a mixerről, de hogy alapvetően meg eléggé kaga volt az a trovó az adott streamer, szóval itt tudod támogatni azt, hogy a te kedvenc streameredet mondjuk felfedezzék. De, de nézzük, hogy mi van a motorháztető alatt, tehát, hogy én ha mondjuk streamerként vagyok jelen, akkor mit tudok csinálni, van itt nekem is egy csatornám, úgy látom, mikor lesz live, social linkeket is tudunk megadni. Azért nehéz feltalálni a spanyol viaszt a streaming oldalakon, nem? Nagyszerű, ó, itt egy csomó ilyen előre legyártott cucc van, ez tök jó. Viszont itt az új üdvöske, a kik.com. Na, abban a pillanatban berobban a kik. Ott a XQC-nek a felefeje. Nem tudom, hogy a névválasztás az mennyire szerencsés. Ugye a kik az azt jelenti, Discordon, meg mindenhol, ahol van bármiféle moderáció, hogy ki rúgnak, ugye, valakit. Hát, mert akit kirúgtak az összes többi platformról, az tud menni a kikre. A szerverről, vagy a chatről, vagy akár honnan. Ez olyan, mintha VR csinálna egy új Twitchet, és elnevezni timeout.com-nak. De viccet... Vagy egy podcastet, mondjuk így. Péretében itt a kik.com, aki a Twitch kihívója akar lenni, és most megnézzük. Szegény Viktornak a feje pont a chat alatt van, chat. Ne beszéljetek, adjatok teret Viktornak. Ban.com egyébként. Olyan nagy neve... Ezt ne írjuk be, mert nem tudjuk, hogy hova vezet, de gyanítom, nem egy fincsi portára. Igazoltak hozzájuk, mint mondjuk XQC, vagy pedig ez a hölgy, aki twitch tevé... Mi az, hogy ez a hölgy? Hát hogy lehet elhesegetni a művésznőt ennyivel? Hát a legkreatívabb tartalom, már mint hogy... ...kenykedett, úgyhogy, ja, izgalmasnak néz ki a sztori. Elvileg valami nagy ilyen szerencséjáték cég áll a dolog mögött, és ami... Hát igen, a steak van, a, a steak a tulajdonosa, vagy hát a foundere. Miatt van hatalmas lóvijuk, ó, ó, és micsoda mémek mennek, hogy a YouTube meg a Twitch harcol, és jön a kick.com. I igen, igen, ez, ez, így van. És leüti őket, nagyszerű. Hát nézzük meg magát az oldalt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ö, eléggé hajaz a Twitch-re. Hát itt távolra, hát alig, nem. Na most nézzetek rá, dehogy is. Szóval, ha megnyitunk mondjuk egy streamet, akkor nagyjából úgy... Ne, dehogy, át se, semmi köze hozzá. Se, teljesen más. Ugyanaz, mint... Ne, nézzétek meg a csetet, a chatbetű típust a kreatornak a felhasználó nevét, a profik, dehogyis, hát köze nincs hozzá. A Twitch kapunk itt csetet, kis emojikat, minden zöld, szóval úgy látszik. Igen, nagyjából az a különbség, hogy ami a Twitch-en lila, az a kiket zöld. Hogy a pont a lila ellentéte igazából a zöld, tehát itt mindent zöldbe kapunk meg. Látjátok, hogy ugyanaz az elrendezés szinte egy az egyben le van koppintva. Hát jó, bevált módszere, ne változtas, végül is. Tudajdon képpen a Twitch. Viszont vannak itt extrák, nézzük meg az én csatornámat. Én Szabó Viktor vagyok, még nem volt foglalt a név, mint twitch Nagyon örülök ennek, nulla, nulla követőm van, de nézzük. Szegény Viktor kik csatornája. Nézzük meg, hogy igen, ez a fradista Twitch. Hogy tudok így bevételt szerezni, ugyanis ez lesz az izgalmas, nagyjából egyébként ez is hasonló a twitch -eshez. Szinte minden egy az egyben le van lopva. Nagyon durva. Chat beállítások, moderátorok, bedzsek, nagyon jó VIP badge, OG badge, OG badge, no. az Fel tudunk tölteni itt is emótokat. Ja, nagyjából itt, itt, itt mindent meg tudunk csinálni, de én arra vagyok kíváncsi, hogy hogy lehet itt pénzt szerezni, ugyanis fel... A lényeg, a lényeg, Viktorom! Felmerült több dolog. Az egyik ilyen, ami felmerült, hogy órabérben is lehet majd szerződni velük. Igen, ez most indult el egyébként, nem olyan rég. És ilyen 15-20 dollár per óráért lehet streamelni. Ezt azóta többen cáfolták és elmondták, hogy ez valószínű ilyen fake info... Vagy nem, ez most elindult, most már zárt körül, meg most már lehet jelentkezni a kikkel. Azt hiszem 89 órát kell streamelni egy hónapban és akkor valami fix fizút kapsz érte. Vagy pedig csak bizonyos embereknek lesz elég. De az összeg azt hiszem nem publikus még, hogy mennyit kapsz ezért. Érhető, de ha belegondolsz egyébként tök du... Igen, meg van adva, hogy hány átlagnéző kell hozzá. Kurva óra bérez. Nagyon, nagyon komoly. Nyilván ahhoz, hogy most lenyomd a Twitch-et, ahhoz hatalmas erőbedobás kell, és hatalmas pénzeket kell beleönteni tulajdonképpen a Hát azt is, azt is, a pénz egy része ennek az egésznek. Content gyártó zsebébe, hiszen a Sam XQC is valami 100 millió dollárért, vagy mennyiért. Hát igen, ez volt a clickbait, hogy 100 millió dollárt kap, ami egyébként valid, de hogy ezt a 100 millió dollárját azt készpénzben kapja meg, vagy részvényekben kapja meg, vagy bizonyos feltételek mellett kap meg annyit, azt nyilván nem tudjuk de nyilván nem úgy raknak elé 100 millió dollárt, hogy itt van a hatat aktatás, jó napot kívánok. Tehát álljon meg egy pillanatra, és hagy mutassam be a videó mai szponzorát, aki nem más, mint te. A World of Tanks. jól hallottad? Én? Én vagyok az. Hiszen az, hogy feliratkozol, kom... Pénzbe került nekem, hogy megnyitottam a Viktor videóját, csak nem tudtam róla. Mentelsz, megnézed a videót, kívántod a csatornatagságot, szuper köszönetet nyomsz és donéteket. Úristen, mennyi mindent kell csináljak, ha Viktor, várja, össze hát lassú gyerek vagyok én ehhez támogatod a csatorna működést. Menjetek, támogassátok Viktor, ne hogy itt rám terhelje a felelősséget. Sét, úgyhogy ezúton is köszönöm neked, és vissza a videóba. Nyilván, nyilván a Facebook is megpróbálkozott ezzel, nyilván a YouTube is próbálkozik folyamatosan ezzel, de a Twitch. A YouTube nem nagyon erőlteti a livestreameket egyébként. Tehát voltak felvillanások, de a YouTube azért nagy rész leszarja a livestream community-t. A Facebook meg sose lett volna livestream platform, az eleve egy halott ötlet volt. Nem igazán lehet lenyomni, viszont meglátjuk, hogy ez az új platform öm, sikerrel jár-e. Subscription, nézzük, hogy itt, itt van-e valami payment history, nincs, nincs semmi, még nem iratkozott fel senki rám, de valami olyan, olyan izét keresnék, valami olyan cuccot keresnék, hogy tudok bevételt szerezni. Elvileg én úgy <laughs> Most tudom, de, hogy erről fog szólni a videó, hogy lehet bevételt szerezni, hogy ennek meg kell lennie. Nem. Elvileg úgy lehet bevételt Szerezni azt hallottam, hogy 75 követő kell, és 24 óra stream, és ha ez megvan, akkor a bevétel 90%-át megkapott, szóval elég jó deal. Igen, hát a kiknek ugye ez volt az alapvető csábító marketingje, amivel megpróbálták, vagy megpróbálják a streamereket átvinni, hogy ugye pont nagy balhé volt a Twitch körül, hogy ugye mindenki 50-50%-ot kap a platformtól, és ugye a kik azt ígéri, illetve ez így is van hogy ott a bevétel 90%-a a kreátornál marad, és 10%-ot vesz le maga a platform. Viszont itt valamiért nem találom. Itt van, szóval community kell építeni, 75 követőt kell összeszednünk, illetve streamelnünk kell 5 órát. És ha ez megvan, akkor bekapcsolhatjuk a feliratkozásokat. Igen, valami honfoglaló kérdés volt róla, hogy twitch ugye 50 követő kell az affiliate státuszhoz, de hogy nem tudom, de ott aztán nem tudom, hogy automatikusan beléphetsz az érdekelt státuszba, hogy tudjál monetizálni. Szóval akkor tudunk pénzt keresni. Igazából ez kell hozzá. Rosszak voltak az infoim, amiket így hallottam. Nagyon durva, ez elvileg sokkal alacsonyabb, mint a Twitch követelményei. Legalábbis emlékeim szerint igen, mert a Twitchen átlagnéző is kell hozzá. Aha, igen, emlékszem, hogy valami azért volt a Twitchen. De javítsatok ki, hogyha tévedek, és a Twitchnek ennél alacsonyabb lenne a követelménye. Szóval meglátjuk! Új streamereknek ez szerintem egy tök jó lehetőség, bár még magyar nyelvű community nem nagyon van itt, szóval még a magyarok nem özönlötték el a platformot, de láttam, Hát azóta már nyilván vannak, sokan próbálkoznak, akik streamel. Már nem egy magyar streamer, aki elkezdte ezt kipróbálni, és elkezdett streamelni. Most még biztos, hogy ilyen vadnyugat van. Általában a platformok esetén az szokott lenni, hogy aki leghamarabb jön, és leghamarabb elkezd tartalmat gyártani az adott platformon, annak van a legnagyobb esélye arra, Hát már amennyiben a platformból lesz valami hosszú távon, de majd kifejtem utána. Hogy sikeres legyen a jövőben, hogyha tényleg berobban a platform, hogyha pedig nem robban be, mint a Trovo esetén is, akkor pedig úgymond kidobott idő, de akkor is, ha már kiépítesz egy közösséget, azt tudod vinni ö, nagy valószínűséggel Twitchre, vagy esetleg Youtube-ra. Meglátjuk, hogy mennyiben tud majd többet, mint a Twitch. Az biztos, hogy ilyenkor a pénz nagy motiváló erő, hiszen minél többet fizetsz a kreatöröknek, annál nagyobb az esély rá, hogy átjönnek. De kinek? Tehát, hogy ez a baj, hogy a pénz motiváló erő, hogy... Tehát, hogy azoknak, akik nem full-time, tehát, hogy azoknak motiváló erő a pénz, akik pont annak határán vannak, hogy mondjuk már majdnem teljes állásban streamerek, vagy influencerek, vagy bármi, és ez a váltás adna nekik annyi pluszt, amennyivel komfortosabban meg tudnának élni. De azért ez az összes streamernek egy nagyon-nagyon nagy, kis rétege, mert ezt a streamerek többsége ugye kevesebb nézőnek streamel, nem ebből él, és az, hogy 50-50 vagy 90-10, az, az nem fogja a hobbiból munkává varázsolni a dolgot alapvetően. És ott kezdenek tartalmat gyártani, és minél nagyobb creatörök jönnek át, annál több ember jön velük. Még gyorsan visszamegyek, mert, mert meg akarom nektek mutatni, hogy nagyjából egyébként KB teljesen ugyanaz, mint a Twitch. Szóval, hogy itt, itt, mondjuk rámegyek arra, hogy böngészés, kategória, van itt is jazz Ott van fönn a pool hot tab, nagyon helyes. Ing, minden van. Live csatornák. Mondjuk itt nem tudom, tudok-e szűrni arra, hogy magyar. Úgy látom, még arra nem tudok szűrni. De itt láthatjátok, hogy már... Vannak tegek, ott egy, ott van. Magyar, magyar, magyar. Magyar, az mind magyar dobott föl neki alapvetően, tehát hogy valószínűleg nézi, hogy honnan uh, mész föl az oldalra. Van egy Minecraft streamer, aki új alert boxot tesztel, és itt van, hogy magyar, itt is van egy magyar, 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 előzöllöttik itt a magyarok, szóval vagyunk már páran, úgy látom. Vélemények jöhetnek a komment szekcióba, hogy ti hogy látjátok, le fogja nyomni a Twitch-et, vagy esetleg labdába sem rúghat, és esélye sincs. Ja, nagyjából ennyi lett volna ez a kis videó, még szerintem fogunk ezzel az oldallal foglalkozni, hiszen izgalmas, izgalmas. A verseny az mindig jót tesz a social oldalaknak. Ez így van. Végre van valami kis történés, ami megkavarja az állóvizet, és, és hát ha a YouTube is fejlődik ezáltal, és a Twitch is fejlődik ezáltal, hiszen a versenynek ugye ez egy pozitív hozadéka, hogy mindenki a te és az én figyelmemért küzd, úgyhogy mindenki szeretné meghódítani a kreatöröket, és mindenki szeretni a nézőket is meghódítani, úgyhogy ez egy remek alkalom arra, hogy felkösse a a YouTube és a Twitch is, és, és csináljanak valamit, valami út... De ez már látszik is, hogy a Twitch is nagyon sok minden nem változtatott, mióta a kikkel kezdett promózni, tehát ebbe teljes mértékben igaza van. adjanak több pénzt, vagy tegyenek be jó funkciókat. Király, remélem, hogy lesz ennek bármi pozitív hozadéka. Ha lesz bármi, akkor, akkor már nyertünk vele. Hogyha pedig nem, akkor is legalább van valami kis izgalom most jelen pillanatban. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és Szabó Viktor vagyok, találkozunk legközelebb is, ne felejtjétek el, hogy rohadt sok kontent jön. A csatorna azt a mindenségit. A tagoknak pedig ez ezútt... <laughs> Az a profilkép, az a csatornatagos kép zseniális. Pont kitakarja a chat. <laughs> egy 20 meg egy tízezresre. És köszönöm a támogatást, nagyon sokat jelent, főleg ebben a nehéz időszakban, amikor én szanaszét dolgozom magam, és nagyon kevés idő jut a tartalomgyártásra. Úgyhogy köszi, találkozunk legközelebb. Ciao, ciao. Na, köszönjük a vi Nem kell utólagos reklám. Köszönjük a videót, Viktor. Egyébként jó volt, de most meg ám dorgálni téged, úgyhogy készüljél fel a testeddel. Azért nagyon szeretem a Viktor csatornáját, mert általában úgy beszél a social media platformokról, hogy tisztában van az információkkal, és tök jól összegyűjti, hogy mi, hogy, mi hogy működik, és tök edukatív, és most meg kell fegyelek, Viktor, mert most nem néztél utána előre akiknek, kiknek, és tökre csalódtam. Tök jó volt a videó, megnézted a dolgokat, elmondtad a gondolataidat, amik tök jók voltak így az új platform kapcsán, de azt vártam volna, hogy, hogy egy kicsit utána nézel, és elmondod, hogy honnan jött a kik, mik a funkciók, mibe más, mint a Twitch, úgyhogy kicsit csalódtam, de nem baj, azért reméljük sírvan viccelek. <laughs> de hogy ja, a tőled megszokott profizmust várom el, akkor is, ha új dologba vágsz bele. És itt most ez ilyen első élmények reakció volt, de nem baj, majd én ráfűzök most. Ami, ami nekem így egyébként a kikkel kapcsolatban eszembe jutott, hogy nyilván ez, ez volt a fő marketingje a, a kiknek, hogy több pénz maradjon a tartalomgyártóknál, mert a Twitch streamereknek sokaknak elege volt abból, hogy unfair módon monetizálja a platformot a Twitch, és igazából nem nagyon van innováció és újítás a Twitch-en, annak kapcsán, hogy eléggé monopól helyzetben van a Twitch a livestreamekkel, tehát nem nagyon van versenytársa, és ez így is van, és kell a verseny, hiszen úgy lehet a legjobban fejlődni bármilyen cégnek, vállalkozásnak, hogyha vannak ellenfelei, akiket le kell nyomni, csúnyán fogalmazva. Nekem továbbra is az a, az a problémám, tanácsom, javaslatom, hogy aki mondjuk streamel, Twitch-en, Youtube-on, Facebook-on, Trovon, Kikken, tök mindegy, hogy hol, és szeretne növekedni, valószínűleg nem a platformváltás fogja megadni a növekedést. Tehát, hogy ugye a livestream platformokkal jelen pillanatban az a baj, hogy nehéz új embereket felfedezni. Tehát, hogy nem tudsz úgy növekedni szimplán, hogy streamelsz. Nagyon sok streamer elköveti azt a hibát, hogy azt várja, hogy ha többet streamelek, ha nyomom a grindot, az a divatos. Grind, bazd meg! Ha, a nem 10 órát streamelek egy héten, hanem 40-et, akkor majd jobban felfedeznek. Ez egy fasság, szerintem. Nem fognak jobban felfedezni. Az összes többi social media platform sokkal alkalmasabb arra, hogy valaki content creator karriert kezdjen, hogy ilyen szépen fogalmazzak, mint a live streaming. A livestreaming az úgy tud működni, ha már föl tudtál építeni egy közösséget, akiket oda tudtál vonzani arra a platformra. Az egy longform content, az egy hosszú content, az, az nehéz, lehetséges, de nehéz onnan kitörni, pláne manapság, amikor ennyire szaturált a piac. Maga a kik olyan új funkciót, val nem robbant be, amitől ez a mechanika megváltozik. Tehát ha Twitch-en néznek 20 nem fognak 2000-en nézni a Kiken, azért mert új platform. Pláne, ha magyar vagy. Mert az, hogy angolként még betörsz, és akkor hát, ha ott berobbansz, kicsit kisebb a zaj, arra van esély. De magyar community organikusan nem alakul ki, nyilván nagyon sok magyar kreátor is kipróbálja a streamelgetont, átvonzák oda a nézőket, de magyarként ez nem így működik. Tehát, hogy egész egyszerűen egy TikTokon, egy Instagramon, egy YouTube-on, egy, egy bár, egy Twitteren sokkal könnyebben tudsz organikusan építeni közösséget, mint egy live streaming platformon. És, és, és amíg erre nem talál egy megoldást egy livestreaming platform, addig teljesen tök mindegy, hogy hol vagy. Akinek jót tehet a kik váltás, az mondom azok a kreátorok, akiknek tényleg azon múlik a tartalomgyártási képessége, hogy mennyi pénzt kap. Ez hülyé hangzik, de van ilyen állapot, létezhet ez az állapot, de a tartalomgyártási készségem azon múlik, hogy tudok-e még egy kicsivel több pénzt keresni. Nyilván az a baj, hogy nyilván nem tudsz mindenkit átvinni egy új platformra. Tehát, ha néznek 500-an Twitchen, akkor kikken valószínűleg csak 350 nem fognak. Most mondtam valamit, a hasamra ütöttem, és azt a többi embert ki kéne pótolni ugye organikusan az már ott meglévő közösségből. De mivel, hogy kis ország vagyunk, így is nagy csoda, hogy mennyi magyar ember néz egyébként Twitch-et, hogy ennyi ember megszokta és átjött erre a platformra. De, ha egyébként megnézitek, az lenne a cél, hogy na hogyan tudom a legnézettebb livestreameket megcsinálni, tehát hogyan tudom a legnagyobb ö, egyidejű nézőszámot hozni, akkor YouTube-on kéne streamelnem. Tehát ha YouTube-on streamelnék minden nap, akkor ott simán tudnék két, három, négyezres átlag nézettséget hozni, mert ott több ember van. Nyilván nekem nem ez a célom a streamekkel, ezért vagyok a twitch mert az égóvjon meg tőle. Um, de hogy egyszerűen így működik a magyar community. És még egy új platformot, még a Twitch mellé egyszerűen nem nagyon fognak megszokni az emberek. Én ebben hiszek, nyilván nem tudom. Ez az én véleményem, alakulhat másképpen. Tehát én ezért nem látom a potenciált abba, hogy van értelme a kikken streamelni. Magyaroknak különösképpen. Én nem látom. Lehet, hogy valaki ezt másképpen látja. Szerintem nem, nem változtat ez semmin. Nyilván egy másik kérdés, sokan hisztiznek amiatt, hogy ugye a Kiket egy gambling cég támogatja, egy gambling cég finanszírozza. Tudjátok, hogy én sem szeretem a, a slot streameket, alapvetően bár gamblingezni, gamblingezek néha így a sportfogadás kapcsán, tehát tőlyen, hogy, távoláljon tőlem, hogy én itt angyalként mondjam, hogy fúj, csúf, szerencsejáték, de nem szeretem a gambling streameket. Viszont, tehát bármilyen cégnek, hogyha megnézzük a hátterét, szóval igazából ez engem nem zavar, hogy a, Twitch, a kiket a szték birtokolja, mert most mi az Amazon morálisan egy jobb cég szerintetek, mint a szték, vagy a, a, YouTube, tehát hogy nem, nem szabad így állni az élethez, erről már korábban beszélgettünk, hogy nem fogyasztunk termékeket, meg szolgáltatásokat, mert a mögötte álló cég gonosz. Ha körben nézel a szobádban, biztos, hogy van ott legalább öt olyan termék, vagy a gépeden öt olyan szolgáltatás, amit olyan emberek csinálnak, akiknek valószínűleg egy kicsit mocskosabb a tenyere, mint azt mi elképzelni tudnánk vagy szeretnénk. Szóval én sem szeretem a gambling streameket, de nem attól lesz jó vagy rossz a kik, hogy most egy gambling cég birtokolja. Úgyhogy nem ez a problémám a kikkel. Az a probléma a kikkel, hogy szerintem nem kínál hasznos alternatívát, különösen nem a magyar streamereknek. Ez nem egy probléma, nem ez az én véleményem. Na mindegy! Minden esetre ilyen pofázásból szerettem volna többet Viktor. Üm, mert hogy egyébként én nagyon szeretem az ő csatornáját, mert tényleg felkészült meg jó videókat csinál, ez egy ilyen első reakciója volt valószínűleg a kikre. De nem tudom, hogy van-e, de egy ilyen livestream platform összehasonlítós, akármi tartalom szerintem tök jó lenne. Üm, például ez a lophatna jobban is a Youtube érdekesnek hangzik. Minden esetre köszönjük a tartalmat, legalább beszélgetünk egy kicsit a kikről, a livestreaming platformok működéséről. putesben már szoktam ezt emlegetni, de egyébként nem nagyon volt időnk így arról értekezni, hogy szerintem hogyan működnek ezek a platformok, meg, meg én szerintem mi a jó, mi a rossz. Én mindig azt javaslom kezdő kreátoroknak, akik most akarnak elkezdeni tartalmat csinálni, hogy ne, ne, ne onnan induljunk ki, hogy livestream a livestreamingbe, ha szereted, akkor érdemes belekezdeni. Már hogyha így nem úgy gondolkodsz rajta, hogy csak csinálom, mert szeretem. Mert egyébként meg csináljátok, mert ha élveztek streamelni, élveztek videójátékozni, emberekkel beszélgetni, csináld, ahogy szeretnéd. De hogyha valaki karrier szinten gondolkozik ebbe, ami eleve egy rossz hozzá lesz szerintem, de mégis, akkor semmiféleképpen nem a livestreamingből indulnék ki, mert sokkal jobb a felfedezhetősége az összes többi platformnak, hogy ki tud építeni egy közösséget az iránt, vagy olyan szempontok mentén, ami neked szimpatikus. De köszi még egyszer Viktornak, hogy feldobta a labdát, én meg befejeztem a monológom.